Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Harmat Üvegen Susanna gyógytornászt. Üdvözlöm sok szeretettel. Jó napot kívánok. Egy nagyon fontos dolog miatt vagyunk itt, ez pedig az egészségünk megőrzése, és ez a gerinctorna, amit ön tart már jó néhány éve Budakalászon, ez egy fontos része az egészség megőrzésnek, hiszen ha jól sejtem, akkor nagyon sok probléma innen indulhat ki, hiszen sok idegvégződés van a gerinc mellett, de erről majd inkább ön beszéljen, hiszen jobban ért hozzá nálam. Hogyan kezdődött Budakalászon ez az egész, hogy most már egy elég széles spektrumú társaság jött össze a gerinctornákon? Pár évvel ezelőtt az Egészségklub felkért arra, hogy tartsak nekik előadást ízületvédelem és az ízületi kopásokkal kapcsolatban. És amikor az előadásnak vége volt, akkor teljesen alulról szerveződve kértek meg arra, hogy vállalnám-e azt, hogy a tornákat megtartom, és ezzel az ő egészségüket megőrizzük, preventív gerinctornát tartsak. És én ezt vállaltam, innentől kezdve elkezdődött az, hogy rendszeresen tornákat tartottam a faluházba. Hogyan néz ki egyébként egy torna? Hogyan épül fel? Miből áll? A legelső körben elkezdtem felmérni azt, hogy igazából mire van szükség, kinek milyen problémái vannak. Miután az előadás maga nem kifejezetten a gerincbántalmakról szólt, hanem egy viszonylag globálisan átfogó ízületvédelem és gerincvédelemről beszélt, és ennek a megőrzésének a különböző módjairól, meg lehetőségeiről. Épp ezért aztán a felmérés azt mutatta, hogy nagyon sok ember különböző kopásokkal rendelkezik, akár a térdében, csípőjében. Aztán utána előjött az, hogy igény lenne arra is, hogy intim részeket is megtornáztassunk, tehát intim torna blokkot is beletegyünk, és természetesen ott van a gerincünk, amire szintén nagy hangsúlyt kell fektetni. Megpróbálom úgy felépíteni az egész tornát, hogy igazából beleszuszakoljam abba a 45-50 percbe szinte mindennek az átmozgatását, erősítését. Azt tudom, hogy az emberek, és én is, odafigyelek arra, hogy mit eszem, hogy mozogjak eleget, de a gerincemre, megmondom őszintén, nem figyelek oda. Mennyire jellemző ez manapság ránk? Én azt gondolom, hogy ez szinte minden embert érint manapság, mert a genetikánk nem úgy lett megtervezve, hogy az ülő életmód, viszont most egyelőre az emberek bele vannak szorítva, akár egész kisiskolás kortól kezdve, az iskolapadba, utána ülő életmódot folytatunk, autóba ülünk, és igazából maga a mozgásunk, maga a gerincünk és minden másunk nincsen megmozgatva. Az izmaink elsorvadnak, és ebből óhatatlanul is, meg az ülő munkából óhatatlanul is adódnak azok a problémák, amik ezeknek rövid időn belül, vagy akár ha valaki kicsit odafél, hosszabb időn belül, de mindenképpen valamilyen kóros folyamat elindul, fájdalmas és bármi egyéb. Milyen tapasztalat, mik a leggyakoribb panaszok? Ha csak így a gerincre fókuszálunk. Hogyha a gerincre fókuszálunk, akkor ugye kezdődik azzal, hogy a gerinc mellett lévő izmok, azok elkezdenek görcsölni, ezek fájdalmasak lehetnek. Aztán utána, hogyha elindul egy degeneratív folyamat, akkor nyilván annak vannak különböző neurológiai tünetei is, tehát akár a felső végtagban, akár az alsó végtagban lévő zsibbadás, akár az, hogy egy izom funkciója elkezd egyre inkább csökkenni, azt érezzük, hogy gyengébbek, hogy nem tartjuk, hogy elkezd fokozódni egy fájdalom, vagy mozgásra fokozódik, vagy álló helyzetbe fokozódik, vagy akár az is lehet, hogy valakinek egy menésre fokozódó fájdalma van, de egyre inkább a napunk jelentős részét teszi az, hogy fáj. Aztán utána, hogyha ez a fájdalom egyre inkább erősödik, akkor bejöhet egy gyulladásos folyamat, akkor az éjszakánk is meg van pecsételve, mert onnantól kezdve az éjszakai fájdalom is nagyon jelentősen része lesz az életünknek. Milyen tapasztalat, hogy hány éves kortól kell odafigyelni az embernek a gerincére? Hát ez egy ilyen élethosszig tartó dolog, én azt gondolom, egészen pici gyerekkortól kezdve, ahogy szép lassan, ugye egyébként a gyerekek annyira klasszul vannak felépítve, és olyan jó látni azt, hogy ők még olyan egészségesen csinálják a dolgokat, a négy kézláb helyzetektől kezdve mindent, hogy
minden pillanatban gyakorlatilag jelen van az, hogy mozog a gyerek, szép lassan épülnek fel az izmok, kialakulnak a görbületek, meg lesz az egészséges, neutrális görbület, és aztán utána, amikor végre ez az egész olyan helyesen kialakul, akkor belepakoljuk őt az iskolapadba. Tehát én azt gondolom, hogy akár az oktatásban is jelen kéne legyen az, hogy sokkal fokozottabban figyeljünk arra, hogy a gerincünket hogyan terheljük, hogy akár apróságokra gondolok, de például apró pici eszközök használata az iskolában, én el tudnám képzelni gyógytornászként, hogy mondjuk egy fizióból, vagy egy dinner, egy ilyen levegővel teli kis diszkosz, ami a popsijuk alá kerül, hogy azt a fajta mozgásrezgést egyszerűen csak a gerincnek átadni. Szóval onnantól kezdve építeném föl, és hát életünk végéig mozogni. Aki tartósan álló vagy tartósan ülő foglalkozást végez, hogyan tud segíteni önmagán? Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk ezt az egészet, hogy erre szükségünk van. Addig, amíg azt gondolom, hogy jól el vagyok én, és nincsen semmi bajom, akkor minek foglalkozzak ezzel, akkor ott nehéz bármit is mondani. Ha viszont eljutottam addig, hogy én mindenképpen szeretném, hogy az egészségemért preventív, megelőzésképpen tegyek, akkor már a reggeli felkelés úgy kezdődik, hogy szoktam mondani egyébként, akikkel dolgozom, hogy a reggelnek lenne egy ilyen pici kávészünetnyi része, amit a mi testünkkel foglalkozunk, amikor reggel megnyújtózom, megcsinálom azt a pár bemelegítő gyakorlatot még az ágyban. És amikor átmozgattam, átolajoztam magam, akkor kelek csak rábra, akkor megyek, és akkor kezdem el a napomat, és jöhet akár a kávé. De hogy ha ezt a pici apróságot beletesszük a napunkba, akkor már eleve egy olyan ízülettel látunk neki a napi rutinunknak, ami mondjuk legalább át van kenve ízületi nedvel. Ez mondjuk nagyon fontos. Aztán utána azt gondolom, hogy miután tudjuk azt, hogy nagyon sokat ülünk, vagy nem, a maga az életünkben nincs annyira meg a mozgás, ami viszont nagyon szükséges. Szinte azt kell mondjam, hogy napi rutinszerűen, de két naponta mindenképpen valami olyan tevékenységre elmenni, akár legyen ez torna, akár legyen ez más mozgástevékenység, amiben a testünket karban tartjuk. Ez aztán hogyan hat ki hosszú távon az egészségre, hogyha az ember így elkezdi fokozatosan csinálni, és egyre inkább az élete részévé válik? Akár egy valamilyen torna vagy jogázás? Hát egyértelműen sokkal fittebb, sokkal jobban megőrződik az egészsége az illetőnek, mert például, hogyha a jogát említette, vagy bármi olyan, ahol kifejezetten a mozgás terjedelemre is odafigyelnek, a nyújtások például nagyon fontos, mert nem mindegy, hogyha valaki mozog, és valaki ezt élete végéig, kvázi élete végéig csinálja, akkor sokkal később jelennek meg egyrészt azok a degeneratív tünetek, amik egyébként óhatatlanul az időskorral, az öregedéssel előbb-utóbb megjelennek minden ember életébe, de nem mindegy, hogy mikor kezdődik. Legutóbbi kutatás szerint Magyarországon egy 65 éves férfi embernek már tünetei vannak. Akkor jelennek meg. Én azt gondolom, hogy ezt lehetne kitolni, mert más országoknál lehet látni, hogy 70 és 75 felé tolódik ez az egész. Hogy szeretünk nem fájdalommal élni. És jó lenne, én azt gondolom, minden embernek azt kívánja magának, hogy ne fájdalommal éljünk, mert előbb-utóbb ezek beszivárognak az életünkbe. És ami azért is fontos, mert hogyha fizikailag jól érezzük magunkat, az a mentális egészségünkre is jó hatással van, ha jól sejtem. Igen, és azt gondolom, hogy a mentális rész az abszolút hozzájárul. Tehát, hogyha én nekem van egy rutinom, hogyha én rendszeresen foglalkozom magammal, akkor ott kezd teljessé válni az én életem mentális része is. Tehát van egy kikapcsolódás, egy pihenés, egy magamra fordított idő.
Szerintem ez kifejezetten jó. Említette ezeket az üléshez használatos segédeszközöket, a levegőpárna és a labda, hogy aki esetleg használ ilyet, mi az optimális időtartam, amíg még jól esik a szervezetnek használni ezeket az eszközöket? Minden eszközt lehet jól használni, és lehet rosszul használni. És rendszeresen tapasztaljuk azt, hogy nagy lelkesen megveszi, vagy beruháznak mondjuk egy nagy labdára, vagy akár egy ilyen diszkosz alakú levegőben felfújt labdára, és ugyanolyan rosszul tartják magukat, gyakorlatilag nem nyertünk semmit. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy amikor megveszi ezt az eszközt, akkor elkezdjen hozzászokni, mint minden máshoz. Először csak 2-3 percet, és utána egyre inkább lehet növelni ezt, és azt is érzi az ember, amikor elfáradnak az izmai, és már csak a szallagokon lógok. Tehát nyilván a hosszú ülőmunka semmilyen módon nem egészséges. Nagyon optimális lenne az, hogy 45 percenként átmozgassuk magunkat. Felálljunk. Most már van egy olyan újabb trend, hogy állva kezdjünk el dolgozni, nyilván ennek is megvannak az hátulütői akár, de mindenképpen mozgásra sarkal. És szerintem az eszközhasználatnál is ezt kéne figyelembe venni, és előtérbe helyezni, hogy addig használjam az eszközt, amíg jól használom. Amikor már azt érzem, hogy lógok a szallagaimon, amikor már az izmaim nem tudnak tartani, akkor vegyem ki az eszközt, változtassak valamit, picit mozogjak, kicsit pihentessem, és utána lehet visszarakni. Jó lehet ilyenkor kikérni egyébként egy szakember véleményét egy ilyen eszköz használatnál, főleg, hogyha már valamit érezzünk, vagy érzünk, hogy nem jó? Én azt gondolom, hogy igen. Mindenképpen érdemes, akár utána nézni egy YouTube csatornán. Nagyon sok olyan gyógytornász van, aki kifejezetten ráállt arra, hogy ezeket elmondja konkrétan, részletesen, hogy kell ülni, hogy kell tartani magunkat, hogyan próbáljuk mondjuk akár a munkafolyamatunkat megszakítani, mozgással fellazítani. Szerintem ezek fontosak. Akár ott is utána lehet nézni, de hogyha egyénileg szeretné, akkor szintén fontos, hogy jól használjuk az eszközt. Én azt gondolom, hogy az nagyon. Ha visszatérünk egy kicsit a gerincre, akkor elképzelhető-e az, hogy ha rossz a tartás, ha rosszul ülünk, és nem figyelünk oda önmagunkra, akkor akár más testrészeinkben, mint például a fejfájás is kapcsolódhat egy rossz tartáshoz, egy nem megfelelő tartáshoz? Igen, abszolút mértékben. Rendszeresen a nyaki gerincnek a tartása az emberek nagyon nagy százalékánál rossz. Ez abból fakad leginkább, hogy egy állandó figyelő helyzetben vagyunk. Az ember automatikusan előre helyezi a fejét, hogy figyeljen, de ezzel együtt felhúzza a vállát, és rögtön a nyaki szakasznak a megtöretése sokkal nagyobb, mint amennyire szükség van. Viszont azt is tudni kell, hogy a nyakban lévő csigolyákba fut végig az ér, és megy fölfelé. Tehát minden olyan nyaki elváltozás, ami a nyaknak az erősebb megtöretését okozza, ami egy rossz tartásból fakad, igen, okozhat fejfájást, okozhat szédüléseket, okozhat karzsibbadást, ezek mind-mind-mind jelenlévő problémák. Masszírozással mennyire segíthetünk, vagy mennyire szabad segíteni itt az izmoknak a rendbetételén? Mindenképpen jó a masszírozás szerintem, nyilván az fontos, hogy szakember végezze, különböző masszázsok vannak, de azt gondolom, hogy csak simán masszírozással nem érünk el eredményt. Ideig, óráig ellazítjuk az izmokat, viszont hogyha a tartásunkon nem változtatunk, hogyha tornával nem változtatunk az életünkön, akkor egy ördögi körbe futunk bele, nem tudunk kilépni belőle csak simán egy masszírozással, de jó egyébként. Mennyire fontos, hogy egy-egy ilyen foglalkozás előtt átmozgassa magát az ember, vagy fontos-e az, hogy mentálisan hogyan érkezik meg egy-egy ilyen foglalkozásra, egy gerinctornára? Mentálisan nyilván, hogy minden
ember, aki mondjuk mentálisan nehéz helyzettel küzd, a sokkal nehezebben tudja magát rávenni a gerincórára, nehezebben tud odafigyelni, de az is igaz, hogy a mozgásnak a jótékony hatása az a gerincóra végére egy picikét felszabadítja ezt a fajta nehézséget. És szintén, hogyha az ember jó hangulatban van, és minden rendben van, akkor azt gondolom, hogy nagyobb teljesítményekre képes, és jobban oda tud figyelni, tehát ebben van nyilván összefüggés. A gerincórának fontos része az, hogy átmozgassa, tehát előtte, egy gerincóra előtt nem kell pluszban az embernek átmozgatnia magát, kell, hogy része legyen az átmozgatás magában a gerincórában. Fontosak a nyújtások, fontos a teljes mozgáspályás átmozgatás, és fontos az izomfűző felépítése. Van esetleg olyan, hogy valakihez máshogy kell hozzáállni egy-egy ilyen foglalkozás alkalmával, mert annyira más jellegű problémája van, mint a többieknek, hogy speciálisan kell vele foglalkozni? A csoportóra keretein belül ez egy kicsikét nehezített, de igen. Tehát például vannak olyan mozgáselemek, amiket ha tudom, hogy például csípőprotézise van egy illetőnek, akkor ő nem tehet meg. Az a csapat, aki hozzám jár, mindig el szoktam újakkal beszélgetni, és pontosan megpróbálom felmérni, hogy milyen nehézségei vannak, netán milyen betegségei vannak, van-e netán protézise, vagy volt-e egy fúziós műtéte a gerincben. Ezek fontosak nekem számomra, mert vagy megbeszélem vele előtte, hogy mik azok a gyakorlatok, amiket ő semmiképpen sem csináljon, hiába én diktálom, de általában annyira oldott a hangulat, hogy mindig akkor mondom, hogy igen, ezt most te nem csinálod, helyette csinálsz mást. Van, igen. Egyébként, aki most kedvet kap és szeretne becsatlakozni, mire van szüksége, mit vigyen magával, tornacipő, valami szabadidőruha esetleg? A közösségi háznek van egy nagyobb laticel állománya, amit ugye biztosít, ez az alap. Mindenképpen érdemes törölközőt hozni, mert sokan használják ezeket, én azt gondolom, hogy higiéniai szempontból fontos, hogy inkább törölközőre feküdjünk, és ne a szivacsra. Kényelmes ruhát, amiben könnyen mozog, amiben jól érzi magát, amiben nem feszeng, amiben szabad tud lenni a mozgása. Tornacipő nem kell, mert ezeket a gyakorlatok nagy százalékát fekve, oldalt fekve, hason fekve, négy kézláb, tehát a szivacson végezzük. Azt gondolom, hogy ennyi. Mikortól vannak ezek a foglalkozások, és hogy lehet becsatlakozni? Szerdán és pénteken vannak, reggel 8-tól 3-4 órásak a foglalkozások. Becsatlakozni úgy is lehet, hogy egyszerűen eljön a helyszínre, és becsatlakozik, ott találkozik velem, és megbeszéljük azt, hogy előtte, mit tudom én, egy 5-10 perccel érdemes jönni, vagy a közösségi házat felhívja, de igazából szabad a pálya, mindenki jelenjen meg, és jöjjön tornázni. Egészen fiatalok is vannak, gondolok itt a gyerekekre. Csak akkor, hogyha elhozza a szülő, nem szoktak lenni gyerekek. Nem, ez inkább felnőtteknek. Melyik korosztálya jellemző a felnőttek közül? Teljesen változó, egészen fiatal felnőttektől idősebb emberekig. Én itt csak arra szerettem volna rávezetni a nézőket, hogy sosem később becsatlakozni. Ez így van. És nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és mindezeket az információkat megosztotta velem és a nézőkkel is. Nagyon szívesen köszönöm a meghívást. Vendégem volt Harmat Üvege Zsuzsanna gyógytornász. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!